ő Ali, az egyik kedvenc, az utolsó egyéni világbajnoki aranyérmemnek a részese, és most is aktívan készül a budapesti Európa-bajnokságra a testvérem fogatában. Alival együtt mindenki nagyon készül a Lázár lovastanyán a megmérettetésre. Ugyanis 50 év után ismét Magyarország rendezheti meg a négyes fogathajtó Európa-bajnokságot Budapesten a Kincsen Parkban szeptember első hetén. Lázár Vilmos, aki sportpályafutása során 12-szeres kettes fogathajtó világbajnok, 15-szörös magyar bajnok és 9-szeres magyar derbi győztes címeket ért el, már nem indul a versenyen. Öccsét Zoltán segíti a felkészülésben, és a Magyar Lovassport Szövetség elnökeként minden tapasztalatával a jubileumi verseny sikeres megrendezéséért dolgozik. Hogyan készül Magyarország a lovassport erre az eseményre? Hasonlóképpen, mint 1971-ben, ahol abban az évben rendezte Magyarország, Budapest ennek a sportnak a mostani modern szabályokon alapuló első versenyét. És ahogy azt sokszor elmondtuk, hogy akkor Magyarország a lovassportban, a fogathajtásban történelmet írt, és kicsit arra készülünk 2021-ben is, hogy ezt a történelmet ezt újra startoltassuk, újra indítsuk, és újra aranybetűkkel írjuk be Budapest nevét a nemzetközi fogathajtó életbe. És ezen a négyes fogatón köszöntsük a mi ménes mesterünket, világbajnok fogathajtót és Guinness rekordját a puszta 14-essel, Szegedi Gábor! Huszonegy éve dolgozik már a Lázár Lovasparkban Szegedi Gábor, aki 1989-ben Balatonfenyvesen kettes fogathajtásban csapatversenyben világbajnoki címet, a nevével fémjelzett puszta 10-es, majd 12-es, és végül a puszta 14-es lovakkal Guinness rekordot ért el. Azt teszem, amit szeretek. Ez a harmadik munkahelyem, de a munkám az elsőtől a jelenlegig nagyon hasonlóak. Ne, köszi. Joker. Szeretem, tisztelem a Nonius lovat. Már Kiskunhalason is Nonius fajtájukból volt a pusztafogatom. És ide kerültem, itt is nagyobb részben Nonius lovakkal foglalkozom, vagy Nonius félvérrel. És akkor lássuk, hogyan is tud szágódani a puszta 5-ös legfiatalabb csikósunkkal, Pap Gáborral! A Magyar Lovas Szövetségnek Lázár Vilmos vezetésével a jubileumi négyes fogathajtó verseny sikeres megrendezésén túlmutat az a törekvése, hogy a magyar lovasportot, a magyar fajtákat ismét helyzetbe hozza a nemzetközi porondon. Az elmúlt 50 év alatt ugyanis alaposan megváltoztak a szabályok, és ennek következtében a sikeres és híres magyar fajtákat kiszorították a német és holland lótenyésztők igen drága, csak egy szűk réteg által megfizethető egyedei. Az elmúlt 50 évben, ha vissza akarjuk görgetni a fogathajtás történelmét, akkor, hogyha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy az első 25 év az arról szólt a nyugati világban, hogy a magyarok előnyét lemorzsolják magukról, vagy azt megszüntessék, lecsökkentsék, és a következő 25 év pedig arról szólt, hogy azokat a német tenyésztésű lovakat, amelyek nyilván nem Magyarországon születnek, hanem Nyugat-Európában, és sokkal magasabb áron lehet hozzájuk jutni, azokat hozzák helyzetbe, és ezzel nem csak mi kerültünk hátrányosabb helyzetbe, hanem az általunk tenyésztett lovak. Lázár Vilmos a Magyar Lovas Szövetség elnökeként azon dolgozik, hogy a szabályokon úgy változtassanak, hogy a nézők számára érdekesebbé, látványosabbá tett technikásabb pályákon a világ legdrágább toplovainak gyorsasága mellett a lovas ügyessége is szerepet kapjon, esélyt ad a többség számára is a versenyeken. A Magyar Lovas Szövetségnek van lehetősége, de csekély arra, hogy az egész világot, az egész fogadhajtó világot megváltoztassa, és ha még a szabályokat nem is sikerült megváltoztatnunk, de ezt az Európa-bajnokságot próbáljuk kihasználni arra, hogy mégis megmutassuk, hogy miről beszélünk, és egy olyan pályát építettünk a maratonhajtáson,
ami egy kicsit a múltat idézi, olyan erőkifejtések, olyan látványos elemek vannak, amik egészen más feladatot is igényelnek a lovaktól, a fogatoktól, mint amit az utóbbi időkben elvárt tőlük a szabályrendszer. A testvére fog indulni, ön már visszavonult, gondolom, hogy szurkol a testvérnek. Hát nem csak, hogy szurkolok, hanem a szervező csapatot vezetem, tehát mindketten aktívan részt veszünk az Európa-bajnokság remélt sikerében. A testvérem, mint a csapat oszlopos tagja, mint négyes fogadhajtó versenyző, épp pedig, mint a szervezőbizottságnak az elnöke. Úgyhogy dolgos napok vannak mögöttünk, és még dolgosabb napok vannak előttünk. Túl sok szabadság, túl sok nyári kikapcsolódás, szünidő az nem vár ránk. Akkor nagyon-nagyon jó eredményeket és sok sikert kívánok. Köszönöm szépen.